megjelenése. Az a pillanat, amikor először meglátjuk, miről volt eddig szó. Amikor pedig eljött pünkös napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas, szélrohamhoz hasonló zúgást támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valami lángnyelvek jelentek meg előttünk, amelyek szétoszlottak, leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek szent lélekkel, és különféle nyelveken kezdtek el beszélni. Úgy, ahogyan a lélek adta nekik, hogy szóljanak. Sok kegyes zsidó férfi tartózkodott akkor Jeruzsálembe azok közül, akik a föld minden nemzete között éltek. Amikor az zúgás támadt, összefutott ez a sokaság, és nagy zavar keletkezett, mert mindenki a maga nyelvén hallotta őket beszélni. Megdöbbentek, és csodálkozva mondták, íme, akik beszélnek, nem valamennyien Galileából valók? Akkor hogyan hallhatja őket mindegyikünk a maga nyelvén? És 14. verstől folytatom, sőt 12-től. Álmélkodtak mindnyáján, nagy zavarba kérdezgették egymástól, mi akar ez lenni? Mások azonban gúnyolódva mondták, édes bortól részegettek meg. Ekkor előállt Péter a 11-jel, felemelte a hangját, és így szólt hozzájuk, zsidó férfiak és Jeruzsálem minden lakója. Vegyétek ezt tudomásul, és figyeljetek szavaimra. Mert nem részegek ezek, ahogyan ti gondoljátok, hiszen a nap harmadik órája van, hanem ez az, amiről Joel prófétált. Az utolsó napokban így szól az Isten, kitöltök lelkemből minden halandóra, és prófétálnak fiaitok és lányaitok, ifjaitok látomásokat látnak, véneitek pedig álmokat álmodnak. Még szolgáimra és szolgáló lányaimra is kitöltök azokban a napokban lelkemből, és ők is prófétálnak. Imádkozzunk egyet. Drága mennyei atyám, én imádkozom azért, hogy lelked által nyisd meg a lelkünk szemeit, és nyisd meg, Uram, az igédet előttünk. Szólj hozzánk, tedd ezt élővé, és kérlek, atyám, hogy a lelked szálljon le közénk, hogy hadd tapasztaljuk meg mindazt, amiről olvashattunk. Amen. Pünkös napjáról sokan hallottak, kik többet, kik kevesebbet. Ha eddig nem is hallott valaki, aki ma reggel volt délelőtt Isten tisztelten, az már hallott pünkös napjáról. Pünkös napja volt az a nap, amikor Isten az egyik legcsodálatosabb ígéretét valóra váltotta ezen a világon. Erről beszélt János, amikor felolvastam azt a részt, erről beszélt maga Jézus is. És ez az, amit megtapasztaltak az apostolok pünkös napján, amikor Isten kitöltötte az ő szent lelkét, az ő gyermekeire, az ő tanítványaira, azokra az emberekre, akik követik őt. Isten lelke, Istennek a jelenléte, amitől a mi életünk, a mi hitünk, az nem egy vallás, hanem egy élő kapcsolat. Ezért létezhet az, hogy ha velünk keresztényekkel találkoznak emberek, akkor nem egyszerűen a hitünkről hallhatnak, nem egyszerűen egy vallásról hallhatnak, nem egy gondolkozásmódot ismerhetnek meg, hanem az élő Istennel találkozhatnak a mi életünkön keresztül. Ezért több a mi életünk annál, mint hogy van egy könyv, ami leír igazságokat, aztán leír kötelező cselekedeteket, leír szabályokat, és ezt kell tennünk. A Szentlélek miatt több ez, mint egyszerű vallás, mint az, hogy hiszünk valamiben, és ez a mi hitünk. Mert a Szentlélek által mindaz, amiről szó van, az élő lesz és jelenvaló. Ez élő és jelenvaló lesz. Isten élő és Isten jelenvaló és Isten megtapasztalható ezen a világon. Az örömhír, az evangélium egyik fő üzenete az ez. Lehet találkozni az Istennel. Nem az, hogy lehet vallást választani, ami a kereszténység, hanem az, hogy lehet találkozni az élő Istennel. Hogy az élő Istennel nem csak hogy találkozni lehet, hanem az élő Isten beköltözhet egy emberbe, és egy ember megtapasztalhatja őt, sőt, egy emberen keresztül áradhat, hogy az emberen keresztül mások is megtapasztalhassák Istent. Én úgy gondolom, hogy talán ez az egyik legszebb dolog, hogy Istent belülről meg lehet ismerni, hogy az ő jelenlét, az ő lelke átjár. Mennyire csodálatos dolog, ezért szerelmesek az emberek, amikor két ember lelke nagyon közeli közösségben van, amikor két ember lelke közel kerül és valahogy egyé válik. Mennyivel csodálatosabb, hogyha az ember lelke az Isten lelkével teszi ugyanezt.
az Isten lelke, aki teremtett minden emberi lelket, és mindent a világon, az élet lelke lehet az, ami szívünkbe árad. Az milyen csodálatos lehet. És ez az az ígéret, ami a miénk a Bibliában. Ez az, ami azért az emberi lehet, aki Istenhez megy. Isten az ő lelkét ezen a világon háromféle módon, vagy Isten lelke ezen a világon háromféle módon van kapcsolatban az emberrel. Én bátorítalak titeket, ha nem voltatok itt ma reggel, akkor töltsétek le a tanítást, hallgassátok meg, mert a Phil nagyon jól beszélt ezekről, de én is elmondanám újra pár szóban. A János 14:17-ben azt olvassuk, hogy Jézus azt mondja a tanítványainak, hogy ő ígér egy pártfogót, aki eljön, és azt mondja, hogy az igazság lelke, amit a világ nem ismer, ez eddig nálatok volt, ott volt veletek, de most már bennetek is lesz. Bennetek lesz. Ez a vers két megnyilvánulását mutatja meg a léleknek, de három megnyilvánulását látjuk a Bibliában. Az első az az, amikor az Isten lelke egy embert kívülről simogatja, amikor kívülről megérinti, amikor odajön hozzá az Isten, és elkezd kopogtatni a szíve ajtaján. Mindenki ezen a világon megtapasztalhatja ezt, és mindenki, aki hívő is itt ül, már megtapasztalta ezt. Mert azt mondja a Biblia, hogy egy ember a bűneit föl sem ismeri, ahogy ezt Jézus a János 16:8-ban mondja, az ember föl sem ismeri a bűneit, hogyha a Szentlélek nem szembesíti vele. A Szentlélek az, ami rávilágít az igazságra, rávilágít arra, hogy mi a bűn. És a Szentlélek az, amitől fölnyílik a mi szemünk. Szóval ezáltal Isten hívogat egy embert, kívülről megérint egy embert. De amint egy ember megnyitja a szívét Isten előtt és megtér, ez a lélek beköltözik a szívében, és bemarad, és benn van. A szívünket egybeforrasztja a sajátjával. A szívünkre fölírja a törvényeit. És ezért van az, hogy egy keresztény ember nem csupán azért él egy más életet, mert kinyitotta a Bibliát, és nagyon erőszakosan egy új életet akar kezdeni, és fél a büntetésektől, megpróbálja kikényszeríteni Istenből az áldásokat azáltal, hogy jól viselkedik. Szóval nem külső kényszer által, vagy külső dolgok által változik meg, hanem az keresztény ember azt tapasztalja meg, hogy miután megtért, a szíve megváltozik, és az Isten fölírja a törvényeit, az ő szívének a tábláira. És ez az élet, ez a lélek, ami bennünk van, ez elkezd átalakítani bennünket belülről kifele. Olyan, mint egy mag, amit elültettek a szívünkbe, és elkezd növekedni, és egyszer csak fává éred, és egyre több gyümölcsöt hoz. Ez mennyivel csodálatosabb, mint az, hogy rettegve ülünk, és azon gondolkozunk, hogy jaj, nem szabad így meg úgy viselkedni, mert hú, ez meg az lesz. Nem. Mi már nem akarunk egy bizonyos életet élni, mert Isten lelke bennünk van. És a harmadik dolog, a lélek harmadik megnyilvánulás az, amiről most olvasunk, amiről János keresztelő János beszélt meg, amiről Joel profitált, amiben azt mondja itt az atya, amit Péter idézett a tömegnek, hogy az utolsó napok kitöltök minden emberre, amiről Jézus beszélt, hogy ne távozzatok el, várjátok az atya ígéretét, mert eljön a lélek és erőt kaptok. Ez a harmadik megnyilvánulás, amit még egy ember megtapasztalhat a Szentlélekkel kapcsolatban. Amikor a Szentlélek kitöltetik egy ember életére, és azon túl csordul, betölti azt az életet erővel, és ahogy a Biblia több helyen fogalmaz, hogy egy embert megkeresztel, bemerít a lélekbe, teljesen, túláradóan átitatja az embert az Isten lelke. Ez több annál, mint hogy egyszerűen a szívünkbe költözik Isten lelke, mert ez már arról szól, hogy az életünkön túlárad Isten lelke a környezetünkbe. Ez az, amiről Joel profétált, és ez az a nap, ez az a dolog, amit megtapasztalhattak az apostolok első ízben pünkösdől, és később az apostolok cselekedeteiben azt látjuk, hogy újra, és újra, és újra, és újra. És ez a folyamat, ez nem szűnt meg. Ezt a keresztények megtapasztalhatják újra, és újra, és újra. Sőt, ez valami, amit az atya megígért. Érdekes módon a mi megváltásunk csomagjában ezt a Biblia ígéretnek hívja, és az ígéret meg az ajándék, az a két szó, amivel még illeti ezt az eseményt, a lélek ajándék, a lélek ígérete. Az ígéret és az ajándék is sejtett egy várakozást, nem? Hogy ez nem egyből történik, hogy ennek van várakozás. Történhet egyből is, de benne van a pakliban, hogy ez nem egyből történik. Mert az ígéretnek a beteljesülés az nem mindig egyből történik az ígéret adása után. De van úgy, hogy igen.
Szóval ez az esemény, ez a mi életünk része is lehet, és ez nem egy exkluzív, nem egy olyan esemény volt, ami csak az apostoloké, vagy csak az apostoloknak járt. Ez számunkra is elérhető, ez a mi életünknek is részét kell, hogy képezze, és ez egy fontos dolog. Én három dologról szeretnék ma beszélni, ezzel az eseménnyel kapcsolatban. Az első dolog, amire szeretnék rávilágítani, hogy mi történt a tanítványokkal. A második dologra az, hogy mi az, hogy a Szentlélek ajándéka, és miért adja a lélek, és a harmadik dolog az az, hogy mit a szerepünk nekünk mindebben. Mit tudunk mi tenni? Szóval az első dolog az a tanítványokkal kapcsolatos. Ez itt, amit látunk, az Istennek a műve volt a tanítványok, méghozzá egy nagyon fontos műve. A tanítványokban az az érdekes, hogy ők nem is nagyon tudták, hogy mi fog történni. Hogy mi ez, meg mi lesz. Ők nem tudták. De valami történt velük. És fontos meglátnunk, hogy valami történt. Valami történt. A tanítványok alapjában véve egy szeretvedett társaság voltak. Nem egy szuper csapat, ezt jó tudni. Nem az apostolok a csoda csapat. Átlagos emberek voltak pont olyanok, mint mi, és amikor ha megnézed, hogy milyenek voltak Jézussal, ha végignézed kicsit közelebbről az evangéliumokat, akkor látod, hogy mennyire átlagosak voltak. Ők nagyon sokszor nem értették ám Jézust. Fogalmuk nem volt, hogy Jézus miről beszél. Követték, mint a csirkék, a csibék az tyúkanyót, de fogalmuk nem volt, hogy mi van. Ezt így lehetne mondani. Jézus nagyon sokszor mondta nekik, hogy kicsi a hitetek. Sokszor mondta nekik azt, hogy nem tudjátok, hogy miről beszéltek. Pétert konkrétan egyszer sátánnak nevezte. János Jakab fölajánlotta Jézusnak, hogy mekkora buli lenne fölégetni pár falut, mindenkit megégetni. Akkor is azt mondta Jézus, hogy fogalmatok sincs, hogy miről beszéltek. Gyakran vitatkoztak egymással, méghozzá nem arról, hogy nem, vedd az első szelet hús, ne, csak utánad, barátom. Nem, te, csak te utánad. Nem, arról vitatkoztak, hogy ki a nagyobb. Irigyek voltak. Minden bajuk volt. És hogy mennyire nem változtak a három év végére, amit Jézussal eltöltöttek, azt igazán az evangéliumok vége, meg így az abcsel eleje mutatja meg. A Lukács 22-ben az utolsó vacsora alatt, amiről azért megmondhatjuk, hogy a legszentebb pillanat, azért mégis az élő Isten, aki testben volt, az utolsó vacsorában elmondja a dolgait az ő tanítványainak, akit azt mondta, hogy én szerettem őket mindvégig. Így beszél róluk. Az intim pillanatban, amikor már nagy tömegek ki vannak rakva, és ők ott vannak bent, és Jézus megköti az új szövetséget. Tudjátok, mi az első feljegyzett dolog a tanítványokkal kapcsolatban, miután Jézus elmondja, hogy az én vérem, az én testem, amiért tetek mondhatik? A Lukács 22-ben azt olvassuk, hogy vita táma közöttük, hogy ki a legnagyobb. Újra. Azon az estén. Hogy ki a nagyobb. Elképesztőek voltak. Elaludtak, amikor imádkozni kellett volna. Ugye? Ezt ismerjük milyen. Ugye? Ott hagyták Jézust a legnehezebb helyzetben. Nem hitték el, hogy feltámadt. Nem hitték el. Többször mondták neki, senkinek nem hittek. És miután Jézus találkozott velük, és rájuk lehelte a lelket, és a szívükbe fogadták, a második számú dolog megtörtént, hogy ők megtértek, mert Jézus meghalt és feltámadt, és azt mondta, elvégeztetett. Innentől kezdve a megtérés lehetséges, a bűnök bocsánata. Megkötetett az új szövetség, és a lélek beleköltözhetett egy emberbe. Még ez se segített rajtuk, mert Jézus, nem tudom, hogy olvastátok-e, de itt, amikor azt mondja, hogy ne távozzatok el Jeruzsálembe, ezt nem először mondja ám. És mégis azt találjuk a János evangélium a végén, hogy ezek a tanítványok bőszen halásznak Galileában. Azért Galilea nincs olyan közel Jeruzsálemhez, főleg a tó közepe. Szóval nem nagyon voltak képbe. És a legszebb, amikor az utolsó fejezett dolg Péterről az evangéliumokba, amikor Jézus elhívja őt, hogy rábízom a juhaimat. Gyerek, kövess engem. Péter utolsó mondata. És mi van Jánossal? Most akkor mi van vele? Elképesztőek. És itt azt is olvassuk az abcsel egyben, hogy amikor Jézus elmagyarázza, hogy mondja nekik, hogy várjanak, elkezdenek a királyságról kérdezni, konkrétan Jézus 5 perc múlva fölmegy mennybe. 5 perc múlva.
és még mindig nem értik, hogy nem mostan a királyság, nem királyságról van szó, az egész nem erről szólt. Ez nem elképesztő? Most ilyen embereket akarsz kiküldeni követeidként? Most Jézus is merész volt, nem? 5 perc múlva itt hagyom a világot, fölmegyek a mennybe, és itt vannak az én szolgáim, az én követeim, akik még most sem értik azt, hogy miről van szó, amiről 3 éve beszélek, amit végignéztek, feltámadtam, meghaltam, megváltás, újszövetség, ezek még mindig a királyságon kérdezgetnek. Semmit nem értettek, teljesen kész társaság volt. Szóval nem tudom, hogyha ti követeket akarnátok kiküldeni, ilyen társaságot küldenétek ki. És azt hitték, hogy készen voltak. Hát mi járunk ide bibliaórákat hallgatni, és Phil az egy jó bibliatanár, Sisi az jó bibliatanár, a többiről nem beszélünk. Én a bibliaiskolába is jártam, és ott is jó bibliatanárokat hallgattam, de azért az nem semmi, amikor az ember 3 évig éjjel-nappal Jézussal van együtt. Szóval ha már bibliaóráról van szó, akkor már az Isten a testben, a bibliatanár, az nem egy rossz üzlet. De nem volt elég ez nekik. Ez baromira nem volt elég nekik, és Jézus azért ezt tudta, és azt mondta, hogy várjatok, ne csináljatok semmit, kérlek, ne nyúljatok semmihez, meg se szólaljatok. Egy dolgot látunk, amit csináltak, hogy választottak egy apostolt, amiről azóta se hallani. Semmit. Az egyház történelmében. Ez volt az összes dolog, amit csináltak a Szentlélek kitöltetésen előtt. De a lényeg az az, hogy Jézus azt mondta, hogy még nem vagytok készen, várnotok kell valamire, hogy valami megváltozzon bennetek. Mert ami eddig volt, az nem elég. Valaminek még kell lennie. Nagyon jó, ami eddig volt, csak nem elég. Csak nem fog így menni. De miután eljött a lélek, minden megváltozott. Minden. Ők megváltoztak. Erőt kaptak, és ez az erő közöttük volt, és átjárta őket, és valami újra és újra betöltötte őket, és az Isten velük volt, olyannyira, hogy ezt nem csak ők állították, hanem mindenki látta. Hogy a nem hívő emberek tömege félte őket, és látták, hogy az Isten velük van. Mekkora nagy váltás, és ez elég gyorsan történt meg. Ahhoz képest, hogy 3 év alatt mennyit nem változtak, ahhoz képest nagyot változtak azzal az egy eseménnyel. Enélkül nem ment. Szükségük volt erre. Sokan vagyunk itt, szerintem, akiknek ez hiányzik az életéből. Lehet, hogy sokat tudsz, sokat hallottál, sokszor eljöttél gyülekezetben, sokszor dicsőítettél, sok bibliaórát meghallgattál, de dolgok valahogy nem jutnak egyről a kettőre. Vagy nem tudod azt a határt átlépni, ami mindig ott húzódott az életedben. És lehet, hogy azt érzed sokszor, hogy a keresztény életnek a nagy üzenetei, a Bibliának a nagy emberiei, a történetei, azok távol állnak tőled, és azt érzed, hogy talán elérhetetlenek ezek számodra. És lehet, hogy erősen próbálkozol másnak lenni. Nagyon-nagyon próbálkozol megváltozni. És sokszor nem érted azt, hogy miért csak a saját hangodat hallod. Mint hogyha az egész kereszténység az itt kezdődne, és itt véget érne, az egész itt van bent. És valahogy nem szabadul ki onnan. És csak agyalok, és gondolkozok, és próbálkozok. Lehet azt érzed, hogy nem tudsz egy határt átlépni, nem tudsz egy dolgon átlépni, nem bírsz elszakadni egy bűntől, egy szokástól, valamitől az életedbe, ami lehatárolja azt, ami lezárja azt. Egyszerűen nem tudsz átlépni azon a valakin, aki az egész életedbe voltál. Aki egész életedbe voltál. Hadd mondjam el, hogy nem te vagy az egyedüli. Az apostolok sem tudtak, pedig próbálkoztak. Ha csak megnézzük Pétert, mennyire próbálkozott. Ha végignézzük Péter életét, szerintem a könyvünk kicsordul a végére. Péter ismerte Jézust. Ő ismerte. Ő tudta, ki Jézus. Péter volt az, aki a szájával megvallott, hogy te vagy az Istennek a szentje. Péter volt az, aki azt mondta, hogy az örök élet beszédben van állat, hova mennék? Hova? Hova máshova tudnék menni? Péter tudta, ki Jézus. Péter látta Jézust megdicsülve. Azt is látta, amikor Jézus a legnagyobb dicsőségében volt az átváltozás hegyén. Péter akarta követni Jézust. És Péter szerette Jézust. Szerette. Nem csak mondta, szerette, amikor az utolsó vacsoránál azt mondta, hogy ezek mind ott hagynak, én nem foglak. Akkor ő ezt komolyan gondolta. Azt nem csak a levegőben mondta, ő így gondolta. Péter bátor volt, Péter volt az egyetlen, aki kilépett a hajóból. Péter volt az egyetlen, aki kardot ragadt, hogy megvédje Jézust. És Péter, tudjátok, mit csinált? Péter elárulta Jézust 3-szor is.
Az, hogy ő nagyon szerette, azt, hogy ő nagyon tudta, azt, hogy ő nagyon akarta, az nem volt elég. Az nem volt elég. Egyszerűen nem volt elég. Nem megy a saját erőnkből. Emberek, nem megy. Ha úgy gondoljátok, hogy elég az, hogy nagyon akarjuk, nem elég. Szükségünk van erre. Akármilyen gyülekezetből jöttél, és akármit gondolsz erről az eseményről, szükségünk van rá. Szükségünk van rá. Azt mondja az 1 Sámuel 10, amikor Sault fölkeni királlyá Sámuel, az 1 Sámuel 10.6 azt mondja, akkor megszáll téged az Úr lelke, velük együtt profétai lévületbe kerülsz, és más emberré leszel. Más emberré leszel. Szükségünk van erre, hogy más emberré legyünk. És megvan a lehetőségünk más emberré lenni. Ez az Atyának az ígérete. Valami történt. Amikor ez megtörtént velük, akkor valami történt. Ha te azon gondolkozol, hogy valaha részesedtem-e én ebben az eseményben, valaha megtapasztaltam ezt az erőt, akkor hadd mondjam el neked, hogyha gondolkozol rajta, akkor valószínűleg nem. Mert ha megtapasztaltad volna, akkor tudtad volna, hogy igen, én éreztem ezt. Én tudom, hogy mi ez. Hogy tudom, hogy mi van itt. Szóval Joel azt mondta, ezt mindenkire, vagy Joel prófétán keresztül azt mondta Jézus, hogy mindenkire kitöltök a lelkemből. Mindenkire, ez mindenkié lehet. Azt látjuk még a Bibliában, hogy miután megtörtént ez az esemény, a Szentlélek ajándékokat adott az embereknek. Ajándékokat kaptak ezek a tanítványok, és olyan dolgokra voltak képesek, amikre előtte nem. Az Apcsel 2-ben például azt olvassuk, hogy elkezdtek más nyelveken beszélni. Aztán több helyen olvassuk, hogy csodák történnek, aztán profétálnak, aztán a lelkeket ítélnek meg. Mindenféle dolgokat csinálnak. És a kérdés az, hogy mik ezek? Meg miért vannak ezek? Mik ezek, és miért adja ezt Isten? Ezek az ajándékok nagyon hasonlítanak a természetes ajándékokhoz, tehetségekhez, amiket az ember kap az életében. Ugye egy tehetség, amit mondhatunk egy ajándéknak, amit Isten teremtéstől kezdve nekünk adott, az nem azért a miénk, mert mi bármivel rászolgáltunk, vagy azért, mert mi jobbak vagyunk másoknál. Ez nekünk csak adatott. Isten adta nekünk. A lélek ajándékai ugyanígy működnek. Ezek Isten általi adottságok, csak nem a megteremtésétől fogva a miénk, hanem onnantól kezdve lehet a miénk, hogy a Szentlélek ránk száll, hogy a Szentlélek megkeresztel bennünket, hogy a Szentlélek betölt bennünket. Onnantól kezdve lehet ez a miénk. És ő adott ajándékokat méghozzá ahhoz, hogy el tudják végezni Isten gyermekei azokat az munkákat, azokat a dolgokat, amiket el akar Isten, hogy végezzenek. Azért adta ezeket az ajándékokat, hogy meglegyen mindaz, amire szükségünk van. Ez egy jó dolog. Még egyszer mondom, ezek jó dolgok. Ezek jó dolgok. És annyi zűrzavar keletkezett ezekből az egyházban a történelem folyamán. Pedig ezek jó dolgok. És az, hogy ennyi zűrzavar keletkezett, az egyszerűen, nagyon egyszerűen összefoglalhatóan. Ez azért van, mert a sátán ezt szerette volna, és ez az ő műve. Ez az ő összezavarása. Ő egy nagy hazudozó, és ő szeret, és ő a szétdobáló. Ezek a nevei, amik a Bibliában vannak. Hazudik, meg szétdobál, és zűrzavart csinál. Ő szeretné, hogy ezek az mi életünkben ne foglalják el megfelelő helyet. És ezért nagy zűrzavart hozott. Pedig egy ajándék az egy jó dolog, mindig jó dolog. És jó, hogyha az életünkben eljutunk arra az érettségre, bárhonnan jöttünk, hogy ezt a zűrzavart föloldjuk magunkban. Pál később összeszedte, hogy mik ezek az ajándékok, hogy miről van szó, és hogy hogyan kell ezeket használni. És a Biblia elképesztően egyértelmű azzal kapcsolatban, hogy mik a lelki ajándékok, és hogyan kell őket használni. Ez nem egy ilyen titkos dolog, amiről nem lehet tudni, meg mindig zavar van körülötte. Ha valaki végigolvassa az 1. Korintusi levél 12., 13. és 14. fejezetét, én úgy gondolom, hogy nagyon sok kérdésére választ kap, és nagyon egyértelműen leírják ezek a fejezetek, hogy mik a léleknek az ajándékai, és miért adattak. Én nem akarom felolvasni az egészet, pár gondolatot megosztanék, de az az igazság, hogy az egyház történelem
mes során, vagy igazából beszéljünk máról, itt ma közöttünk. Elmondhatjuk azt, hogy kialakult két véglet. Az egyik véglet az nagyon-nagyon durva dolgokat csinál a lélek ajándékainak nevében, amitől kialakul egy másik véglet, aki hallani se akar a dolgokról. És akkor vannak azért átfed, vannak emberek, akik úgy középen vannak, szerencsére még mindig vannak emberek, de nagyon sok ember ebbe a két végletbe kerül. Hogy én már láttam ebbe a furcsaságot, engem már ez megégetett, én már inkább nem is akarok hallani, jaj, ne is beszéljünk róla. De a Biblia egyértelműen beszél róla, és nincs mitől félni. Azt mondja a Korintusi Levél 12. fejezetének 4. verse. A kegyelmi ajándékok között ugyan különbségek vannak, de a lélek ugyanaz. Különbségek vannak a szolgálatokban, de az Úr ugyanaz, és különbségek vannak az isteni erő megnyilvánulásaiban, de Isten, aki mindezt véghez viszi, mindenkiben ugyanaz. A lélek megnyilvánulása pedig mindenkinek azért adatik, hogy használjon vele. Mert némelyik a lélek által a bölcsesség igéjét kapta, a másik az ismeret igéjét ugyanazon lélek által. Egyik ugyanattól a lélektől a hitet, másik ugyanazon a lélek által a gyógyításuk kegyelmi ajándékait. Van, aki az isteni erők munkáit, vagy a profétálást kapta, van, aki a lelkek megkülönböztetését, a nyelveken való szólást, vagy pedig a nyelveken való szólás magyarázását kapta. De mindezt egy és ugyanaz a lélek munkája, aki úgy osztja szét kinek-kinek ajándékát, amint akarja. Ebből a dologból egy-két fontos dolgot kiemelnék. Az első az az, hogy a lélek adja az Isten akarata szerint ezeket az ajándékokat. Ezt Isten csinálja. Ezt nem emberek találták ki. Nem emberek érzelmei hozták föl. Ezeket Isten találta ki. És úgy adja embereknek, ahogy akarja. Szóval egyrészt nem az van, hogy emberek kitalálják, és ezt csinálni kell. Másrészt az sem igaz, hogy te nem vagy jó keresztény, hogyha ez nincs meg. Ezt senki nem mondhatja. Azt olvastam előbb, hogy a lélek úgy osztja szét kinek-kinek ajándékát, amint akarja. Senkinek nincs joga fölállni és azt mondani, hogy neked meg kell lenni ennek az ajándéknak, vagy annak az ajándéknak. Aki ezt teszi, az ellentmond a Bibliának. Mert nem ezt látjuk a Bibliában. És a legnagyobb hiba az egyház történelme során a lélek ajándékaival kapcsolatban az az, hogy pont a bibliai keretet vették el róla. Hogy nem a Biblia szerint, nem az ige szerint használták az ajándékokat. És a legtöbb ember, amikor aggodalommal jön a Szentlélek ajándékaival kapcsolatban, olyan példákat hoz föl, amivel kapcsolatban kinyithatnám a Bibliámat, és azt mondhatnám, de ez tök egyértelmű, hogy rosszul csinálták. Hogy nem így kellett volna. Soha a Bibliában nem láttunk olyat, hogy emberek polond módjára viselkedve futkározzanak, sikoltozzanak, ugassanak, őrültek házát játszanak. A Szentlélekben erő van, de a Szentlélek nem bolondok házát csinál. Sokan félnek attól, hogy egy nagy tömeg egyszerre hangosan nyelveken szól, és az micsoda. De a Biblia arról is beszél, hogy ha egy gyülekezetben valaki hangosan nyelveken szól, akkor magyarázza meg valaki, hogy legyen értelme. És lehet, hogyha egyszerre nagyon sokan, nagyon hangosan nyelveken szólnak, akkor joggal vagy megijedve, és talán joggal mondta Pál, hogy ha ilyet csináltok, bemegy hozzátok valaki, őrültnek fog nézni. Ezt maga Pál mondta. Azért, mert tényleg talán nem annyira épülnek belőle az emberek. És ez a mondat, hogy nem annyira épülnek belőle az emberek, ez a kulcsa az egésznek. Tudjátok, azért, mert azt mondja itt, hogy a 1 Korintus 12.7, hogy a lélek megnyilvánulása pedig mindenkinek azért adatik, hogy használjon vele. A lélek ajándékai nem öncélúak. Nem azért adatnak, hogy én átélhessek valami megtapasztalást. Nem azért adatnak, hogy én nekem egy jó, erőteljes Isten tiszteleti alkalmam legyen. A lélek ajándékai ajándékok neked, de másoknak is. És ha valaki ezt az aspektust kiveszi belőlem, akkor pusztítást csinálhat vele, károkat okozhat vele. Az 1 Korintus 12, ami a lélek ajándékairól beszél sokat, és az 1 Korintus 14, ami a lélek ajándékairól beszél sokat, a kettő között van az 1 Korintus 13. Matematika, első osztály. És az arról beszél, amit a Pál a legkiválóbb útnak hív. Azért, mert az a legkiválóbb út. Az a legkiválóbb út, és az a szeretet. Ha valaki kiszedi a szeretetet ebből az egészből, az eredményezni fogja azt a zűrzavart, ami által sok ember meg is égette magát. Ezeket így kell kezelni, ezeket az ajándékokat, hogy nem csak azért van, hogy én jól érezzem magam,
Hogyha én így meg úgy akarok beszélni, meg csinálni a gyülekezetbe, és téged ez zavar, akkor tűnj innen. Mert sokan így kezelik. És akkor a legkiválóbb utat, azt elkerülik, mert a legkiválóbb út a szeretet. A lélek ajándékai és azoknak a megnyilvánulásai nem mindenek felett valók. Mindenek felett való Istennek a szeretete, a szeretet megnyilvánulása. A léleknek ez az első ajándéka. De ettől még, figyeljetek, hadd beszéljük kicsit a másik oldalról, de ettől még ezek nem olyan dolgok, amiket elhanyagolhatunk. Ez az Atyának az ígérete, valami, amit nekünk elkészített. És engem személy szerint érdekel, mi az, amit elkészített. Mert ez egy jó dolog. Mert kialakulhat ott az a másik véglet, amiben mi a Golgota gyülekezetben sokan benne vagyunk. Ezt azért beszélek, mert én is egy vagyok közületek. Egy másik véglet, ami kicsit tartózkodik ettől az egésztől. Kicsit fél ettől az egésztől. És azt mondja, hogy hát, jobb a biztonság. De biztos jobb a biztonság? Biztos ez a legjobb alapelv, hogy jobb a biztonság? Mert én nem hiszem, hogy jobb a biztonság. Én úgy gondolom, hogy kihagyhatunk valamit, hogyha a biztonságra törekszünk. Van biztonság a Bibliában. Mert az 1 Korintus 14 egyértelműen beszél arról, hogy hogyan kell ezeket a lelki ajándékokat használni. De Pál, ahogy elkezdi az 1 Korintus 14-et, nézzétek meg, mit mond. 1 Korintus 14-1. Törekedjetek a szeretetre, ez a fontos, de buzgón kérjétek a lelki ajándékokat, de leginkább az, hogy profétáljatok. Mert aki nyelveken szól, nem emberekhez szól, hanem Istenhez, nem is érti meg őt senki, mert a lélek által szól titkokat. Aki pedig profétál, emberekhez szól, ezzel épít, bátorít, vigasztal. Aki nyelveken szól, önmagát építi, aki pedig profétál, a gyülekezetet építi. Szeretném ugyan, ha mindnyájan szólnátok nyelveken, de még inkább, ha profétálnátok, mert nagyobb az, aki profétál, mint az, aki nyelveken szól, kivéve, ha meg is magyarázza, hogy a gyülekezet is épüljön belőle. Pál valamilyen oknál fogva azt mondta, hogy kérjétek ezeket. Valamilyen oknál fogva Pál azt mondta, hogy szeretném, ha itt ebbe a gyülekezetbe mindenki nyelveken szólna. Mert valami jó dolog van benne, amit Isten nekünk akar adni. De azt mondta, hogy szeretném, tudjátok, még jobban azt, hogy mindenki profétáljon. Mert van benne valami jó dolog, hogyha ez megtörténik. Ez egy jó dolog. Isten ki akarja terjeszteni a határainkat. És bármilyen néven húztuk föl őket, az biztos, hogyha ezeket az ajándékokat kizárjuk az életünkből, akkor lemaradunk valamiről, amit nem a pünkösdi mozgalom talált ki, amit nem emberek találtak ki, hanem amit Isten talált ki nekünk. Isten dolgairól maradunk le. És hogyha Istennek engedjük, hogy ez megtörténjen velünk, az nem jelenti azt, hogy bolondok háza lesz a mi életünk, a mi közösségünk. Egyáltalán nem jelenti ezt. Mert a Biblia beszél arról, hogy mert ugye mi is mondhatjátok, profécia, bejön egy profét, és azt mondja valaki, hogy így szól az Úr. Mi van, ha nem? Mi van, ha nem az Úr volt? Igaz, jogos a félelem. De a Biblia éppen ezért beszél a proféciával kapcsolatban, hogy minden proféciát vizsgáljanak meg. Ha valaki odajön a te életedbe, és azt mondja, hogy így szól az Úr neked, neked jogodban áll azt mondani, hogy én ezt félre rakom, és megvizsgálom. Isten azt szeretné tőled, hogy megfogd az ilyen proféciákat, oda vidd elé, és ahogy hozzád szól, kérdezd meg, Isten, ez tőled van? Ezt te akarod? Sőt, a gyülekezet vénjeinek a feladata, a gyülekezet vezetőinek a feladata, az én feladatom, ha itt valamelyikőtök föláll, és lelki ajándékokat gyakorol, és profétál, és ilyeneket csinál, hogyha az nincs a helyén, az én feladatom az helyre rakni. Ezért nem is szeretném ezt engedni most. Nem. Ez az én saram. Ez az én felelősségem. És tudjátok mit? Én nagyon szívesen nem engedném ezt, mert félek. Mert ha valaki ide jön és olyat csinál, amit nem kéne, akkor azt nekem kell fölmosni. De ezért maradjunk le azokra az áldásokról, amit Isten akar nekünk adni. A nyelveken szólással kapcsolatban azt mondja a Biblia, ez épít téged. Én szólok nyelveken, a Sziszi szól nyelveken, ez épít bennünket. Ez jó dolog. Én szeretek nyelveken szólni, nem szoktam itt a pulpituson, mert sokatoknak nem lenne nagyon értelme. De azt mondja a Biblia, ha valaki egy gyülekezetben nyelveken szól, akkor Isten adott valakinek egy ajándékot, hogy azt magyarázza. És hogyha kiderül, hogy nincsen senkinek ilyen ajándéka, akkor hagyjuk a nyelveken szólást itt hangosan, mert úgyse épülne belőle senki. Tehát aki nyelveken szól,
az magába szóljon úgy, hogy ne zavarjon másokat. Ilyen egyszerűen beszél erről. Csak mit csinálunk mindenből nagy hókusz-pókuszt? Valószínűleg, hogyha egy nyelveken szólnának, akkor a következő két napban mindenki erről beszélne. Vasárnap estén valaki nyelv, és az mi volt, és az hogy volt. De ez tud természetes lenni, és azért beszélünk így róla, mert nem természetes, mert nem gyakoroltuk. Mert nem gyakoroltuk ezeket az ajándékokat. Szóval nem kell bolondok házának lennie. Van biztonság, van ennek kerete. És nem kell szorosabbra húzni ezt a biztonságot, azért, hogy ne legyen semmi ciki dolog. Kérdezek tőletek valamit. A keresztény életetek flottul megy, simán? Mindig ilyen jól? Nincsenek benne hülyeségek? Nap mint nap. De persze, hogyha Istennek teret engedünk a gyülekezetünkben, lesznek hülyeségek, amiket mi csinálunk. Lesznek testi dolgok, amiket mi csinálunk. De a gyülekezet nem profi. Attól még, hogy próbálunk olyan zenészeket hívni, akik szépen énekelnek, nem mindig sikerül. Hogy a színpadon olyan embereket engedünk föl, akik profik, hogy jó legyen. Attól még nem csak azoknak van joga megszólalni a gyülekezetbe, akik profik. És mindenki más csak üljön és nézzen. Isten nem csak azoknak adott ajándékokat, akik előállnak, hanem nektek is, hogy gyakoroljátok, hogy egymást építsük ezek által. És ezek jó dolgok. És a Biblia beszél egy helyen arról, gerjesszétek föl az ajándékokat. Timóteusnak ezt mondja, gerjesszétek föl. Én úgy gondolom, ez egy üzenet itt számunk, párunknak, hogy gerjesszük föl az ajándékokat, mert van benne valami áldás számunkra. És mi a jövőben fogunk itt olyan alkalmakat csinálni, amikor lesz erre lehetőség, hogy várunk az Úrra, nem a megszokott rutinba mennünk a dolgok, és várunk az Úrra, és ha van valakinek igéje Istentől, proféciája, bölcsesség igéje, vagy nyelveken szólás, akkor teret akarunk majd engedni neki, mert ez egy jó dolog. És lesznek olyanok, amikor felszól valaki nyelveken, totál testben, érzelmekkel teli. Hó, és akkor azt fogjuk mondani, fölállok ide, és azt mondom, hogy emberek, ez nem az volt. És megyünk tovább. De utána nem kell azt mondani, hogy na, hát akkor ennyi volt, megpróbáltuk, vége. Mert ez rossz volt. Ez gyermeki. Szóval éretteknek kell lennünk. Éretteknek kell lennünk, nem a két végletbe elmenni. Hogy igen, igen, jáj, lelki ajándék, kúrá, úrá, ez lesz, igen. Hagyjuk a tanítást, hagyjuk a dicsőítést, nyelveken szólunk. Egész este. Ez egy gyermeki hozzáállás. És gyermeki hozzáállás az is, hogy itt ugyan nem lesz soha ilyen. Ne menjünk el a végletbe. Buzgón kérjétek a lelki ajándékokat, törekedjetek a szeretetre, és gerjesszétek föl azokat. És az utolsó dolog, amiről akarok beszélni, az az, hogy mit tudtak tenni a tanítványok, hogy kitöltessen rájuk a lélek. Mi történt? Mit tettek a tanítványok? Ki kapja meg ezt? Miért kapja meg az az ember ezt? Miért történik valakivel ez? Miért? Ha három dolgot megnézünk, fél reggel a üzenetem 65%-át lepredikálta. Olyan mérges voltam, megmondtam neki. Nem, az volt, hogy kérdezte tőlem, hogy nincs egy-két gondolatom a Szentlélek kitöltetés, és átküldtem neki a jegyzetemet. Mondtam, hogy nézzem bele, hát ha talál valami okosat, és hát kiszedte több, mint a felét, de nem. Három dolgot látunk. A legelső esetben ezek a tanítványok, tudjátok, mit csináltak? Imádkoztak. Csak imádkoztak. Imádkoztak. Fenn voltak egy felső szobában, és kitartóan ott voltak, és csak imádkoztak, és vártak valamire, amire azt se tudták, hogy micsoda. És egyszer csak eljött az a valami. De mondták azt, hogy Isten, amit van, ha valamit ígértél, az az atya ígérete, ami kitöltetik, ami nem tudjuk milyen lesz, meg nem tudjuk, hogy van, az jöjjön. Az jöhet. Itt vagyunk, várunk rá. Vártak, és jött, kérték, és jött. Azt látjuk az Abcsel 10-ben, hogy megtörténik ez úgy, hogy Péter csak beszél igehirdetés közben, egyszer csak a hallgatóira kitöltetik a lélek. Na, abban aztán senkinek nem volt semmi köze. Aztán azt olvassuk az Abcsel 8-ban, hogy Samáriába, amikor hallották, hogy megtértek az ottaniak, akkor az apostolok lementek, és rátették a kezüket, és imádkoztak értük, hogy betöltődjenek szent lélekkel. De semmit nem tettek. A három esetben az az ember, aki betölt a lélek, semmit nem tett.
Ez csak adatot nekik. És tudjátok miért? Mert ez egy ajándék. Ez egy kegyelmi ajándék. Isten adja, mert szeret. Úgy kapjuk, mint a bűnbocsánatot. Ajándékba. Az Atya megígérte. És hogy a Galata 3.2 meg a 3.5 mondja, hogy a hit hallásából való, az ige hallásából való hit által. Az Atya nekem akarja ezt adni, és oda megyek Istenhez, és azt mondom, Isten, kérlek, kérlek, add oda. Isten jelenlét egy ajándék, és az én saját életemben is megtapasztaltam ezt többször. Személyesen is, meg mint gyülekezet is. Én megtapasztaltam azt, hogy Isten kitölti a lelkét én rám, ezt az eseményt, és megváltoztak dolgok. És megtapasztaltam úgy, hogy együtt voltunk, és egyszerre együtt éreztük, hogy Isten kitölti a jelenlétét. De mind a két esetben, én nem tudom most felsorolni nektek a 10 lépést, amit izzadságosan megtettem előtte, mert ezt így kell ahhoz, hogy ez megtörténjen. Az először életemben egy buszon a megtérésem másnapján tapasztaltam meg. Üldögéltem a buszon, és éreztem, hogy valami nagyon más lett. Aztán egy fesztiválon, ahogy egy ima alkalmon részt vettem. Volt egy keresztény fesztivál, és volt egy ima alkalom, ahol imádkoztunk, és olyan dolgok történtek velem, hogy az volt az, amikor én azt tudom mondani, hogy lementem arra a fesztiválra, és előtte ez volt hamardani, és eljöttem, és utána egy teljesen más hamardani volt. Egy teljesen más. És akkor volt először, hogy én életemben proféciát kaptam, és proféciát adtam. Hogy én profétáltam valakinek. Úgyhogy én még nem is olvastam ezeket a részeket. Ez milyen kiszúrás. Honnan se tudom, mi történik velem. De jó volt. Nem félelem, nem zűrzavar volt, csak egyszerűen az, hogy ránéztem egy emberre, akiért imádkoztunk, és tudtam, mit gondol Isten. Nagyon élveztem, nagyon jó volt. Ez egy jó dolog. Aztán Vajtán, ahogy ott voltam a bibliaiskolában, többször megtapasztaltam ezt. Aztán emlékszem, egyszer Vajta után egy nagyon különleges élményem volt. Ahol egyedül imádkoztam. Ez is Vajtán volt, de már akkor nem oda jártam bibliaiskolába, de ott kint van egy park, meg erdő, és ott voltam kint. És Isten olyan közel jött, hogy le se tudom írni. És tudtam azt, hogy Isten itt van. Hogy Isten lelke kiáradt. És azt mondtam, ó, hogy le kellett térdelnem. Nem azért, mert, érted, ott aztán kinek mutogattam, hogy nagyon térdelek ott az erdő közepén. Még biztos nem azért csináltam, hogy a többiek néznek. Wow, Isten lelke kiömlött. Megtapasztaltam ezt a házi csoportunkban. Egyik házi csoportos alkalommal nem is az imádkozás közepette, ahogy imádkoztunk, vagy a dicsőítés közepette. Ahogy vége lett a házi csoportos alkalomnak, fölálltunk, én nyúltam egy kekszél, beleharaptam, leültem, elkezdtünk volna cseverészni, és valami történt. Amit úgy tudok leírni, hogy az Isten lelke leszállt. A semmiből. És direkt a hátsó végén. Hogy tudjam, hogy nem azért, mert jól imádkoztunk, vagy jól vezettem a házi csoportot. És a mi házi csoportunk, akik mindig hazahúznak, mert másnap meló van, ott maradtunk még egy órát. És egyszer csak ültünk, és elkezdtünk dicsőíteni, és imádkozni. És emberek, akik előtte féltek hangosan imádkozni, féltek hangosan közösségben imádkozni, föltett kezekkel azt mondták, hogy ó Isten, ki vagyok én, hogy megérintesz, ki vagyok én, hogy a jelenlétedet érezhetem. Ki vagyok én? Mert Isten lelke leszállt, és megváltozott minden. És nem tettünk érte semmit. Volt ez máskor, hogy nem csak egy házi csoportra, hanem egy egész gyülekezetre leszállt. Volt ilyen a történelemben. Volt olyan a történelemben, hogy egy egész városra leszállt ez a lélek. Velszi ébredés során volt olyan, hogy azt mondják, hogy leszállt Isten lelke, és az utcán az emberek, akik nem is hittek Istenbe, megtapasztalva összeestek, mert azt mondták, hogy itt van Isten, és én a bűneimbe vagyok. És összeroskodva sírtak az utcán, hazafele menet a munkából, mert az Isten jelenléte megérintette, anélkül, hogy bárki beszélt volna velük. Ezek fölírt tények a Velszi ébredésről. És emberek, keresztények délutánonként kimentek összeszedegetni ezeket az embereket. Volt ilyen összeszedő kommandó. Ez volt Amerikában a 60-as években. Van is egy, amikor kialakult a Golgota gyülekezet is. A 60-as években a Jézus mozgalom során azt mondták, van egy fickó, aki ide jár a gyülekezetünkben, meg most Baján vezeti a bajai gyülekezetet, és ő azt mondta, hogy
akkor még fiatal volt, hogy olyan volt az esti alkalom, hogy az emberek 2 órával előbb megérkeztek. És kint voltak, több százan, több ezren. Kint álltak, és várták, hogy kezdő, és kint dicsőítettek, és már ott Isten jelenlétében voltak. És azt mondta, hogy elkezdődtek az alkalmak, a dicsőítések. Azt mondta, hogy olyan volt Isten jelenléte, mint az eső, ami leszállt. Nem valami személyes megtapasztalásod volt, hogy hú, engem megérintett a dicsi. Hanem azt mondta, hogy olyan volt, mint amikor az eső leszáll, hogy tudod, hogy egy területen mindenki érzi. Az esőt nem csak te érzed, hanem mindenki más is. Hogy körbenéz, és mindenki azt érzi, amit te. Mindenki, aki ott van. Mint az eső úgy hullott le rájuk a lélek. Én imádkozom, hogy ezt mi is megtapasztaljuk. Én imádkozom, hogy ebben legyen részünk. Én erre vágyom. És nem tudunk más tenni. Csak kérni tudjuk, hogy ez a kegyelem, ami adatott többször a történelemben, ez a kegyelem, amit az én életemben megéreztem, ez újra és újra és újra adasson. Lukács evangélium a 11.13-ban azt mondja Jézus, hogy hát mi gonosz létünkre tudunk jó ajándékot adni a gyerekeinknek. Hogy ne ajándékozna a ti mennyei atyátok szent lelket azoknak, akik kérik tőle. Akik kérik tőle. Szóval én csak kérem. Tudjátok, én ezt nagyon sokszor kérem a ti életetekre. Kérem a vasárnap estékre, kérem a házi csoportomra. Ti is kérjétek a saját életetekre. Gyertek föl, Bandi. Ma szeretném, ha együtt kérnénk ezt. Ha elérjük a 9 órát, folytatni fogjuk a dicsőítést. Megbeszéltük a Bandival. Akkor kihagyjuk már a dobokat, meg a basszust. De folytatni fogjuk a dicsőítést. És szeretnénk várni az Istenre. Szeretnénk kérni, hogy ő töltse ki a lelkét. És egy utolsó gondolatot hadd osszak meg veletek. Mert én úgy érzem, hogy ez az, ahogy személyesen nekünk kell ma válaszolnunk, mindarra, amit hallottunk. Azt mondja Jézus a János 7.37-39-ben. Az ünnep utolsó nagynapján felállt Jézus, és így kiáltott. Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék. Aki hisz én bennem, ahogy az írás mondja, annak a belsejéből élő víz folyamai ömlenek. Ez pedig a lélekről mondta, akit a benne hívők fognak kapni, mert még nem adatott a lélek, mivel Jézus még nem dicsőült meg. Én hadd tegyem fel a kérdést, hogy te szomjas vagy ma? Te akarsz még többet? Vagy csak ülsz itt és elemzed azt, amit mondok? Hogy én ezt nem így gondolom? Hogy nekem más tanítottak? Hogy én ezt nem tudom, hogy el tudom-e fogadni? Ezt én nem értem. De a Szentlélek nem valami, amiről filozofálni kell. A Szentlélek valami, amit meg kell tapasztalni. Szomjas vagy? Mert azt mondja Jézus, hogyha szomjas vagy, gyere. Azt mondja Jézus, hogyha szomjas vagy, gyere. És így áll. És hogyha jössz, akkor a belsődből élő víznek folyamai. A belsődből élő víznek folyamai jönnek föl. Én tudom, hogy vannak itt olyan emberek, akik ezt soha nem hallották az életükben. Akik úgy gondolták, hogy hát nekem valamit le kell tennem. Vagy nekem valamit oda kell adnom. De ez nem így működik. Meddig akartok a saját erőtökbe menni, mert nem lehet túl sokáig, és elfáradom. Szóval, hogyha te úgy vagy itt, hogy eddig azt hitted, hogy valamit le kell tenned Isten elé, akkor én arra kérlek, hogy majd gyere és ezt fogadd el. És tudd azt, hogy elég az, hogyha szomjas vagy. Elég az, hogyha azt mondod, hogy én itt vagyok, és Isten, én szeretném ezt. Elég. Ennyi kell. Lehet, hogy úgy vagy itt, hogy ez már megtörtént az életedbe, de újra szomjas vagy. Akkor gyere, és vedd át. És lehet, hogy úgy vagy itt, hogy kritikusan ülsz és szemlélsz, de hadd mondjam el neked, hogy szomjas vagy. Hogy te is szomjas vagy. És szállj ki abból a székből, ahol kritikusan ülsz, és csak vedd át Istennek az ajándékát. Én szeretnék imádkozni értetek, és szeretném azt, hogyha egy kicsit kiszállnánk a kényelmes helyünkből. Én szeretném azt, hogyha valaki el akarja fogadni azt, hogy Isten most betöltse őt, az jöjjön ide előre. Nem azért, mert akkor fog
mert az Isten olyan, hogy csak itt elő tud betölteni. Nem. Én ezt azért szeretném, hogy legyen ez a hitünk, amiről a Biblia beszél, hogy az egyetlen kell, hogy a hitből fakadó cselekedet. Legyen ez a hitből fakadó cselekedet, hogy Isten, én itt vagyok. Szóval én szeretnélek arra kérni, hogy most, hogyha szeretnéd ezt, leoltjuk a lámpákat, folytatni fogjuk a dicsőítést, de ha szeretnéd azt, hogy Isten kiöntse a lelkét rád, akkor gyere ide előre. És itt fogunk együtt dicsőíteni elől. Jó együtt dicsőíteni. Jó az, hogy nem csak mindig ugyanazokban a székekben dicsőítünk. Nincs az a gond. Ez a gyülekezet nem csak akkor működik, hogyha ott ülsz, ahol ülsz. Szóval én szeretnélek kérni most, hogyha így vagy itt, akkor gyere előre. Ha bárki van itt így. Jöjj az ő jelenlétében, a bárány Jézus vérén áll, imád Istent a trónjánál. Jöjj a szentek szentjében, jöjj az ő jelenlétében, bárány Jézus vérén áll, imád Istent a trónjánál. Szent kezeket emelj fel, szent az Isten, igen, szent, szent, szent kezeket emelj fel. Szent az Isten, igen, szent. Jöjj a szentek szentjébe, jöjj az ő jelenlétében, a bárány Jézus vérén áll, imád Isten a trónjánál. Imád Isten a trónjánál. Ahogy előtted vagyunk, mi Uram, hálát adunk neked azért az ígéretért, amit adtál nekünk. Mi köszönjük, Jézus, hogy te szereted azokat az embereket, akik az ellenségeidként éltek, akik bűnösek, szeretsz bennünket. Én köszönöm ezt, Uram, is. Mi alázattal vagyunk itt előtted, ki ülve, ki térden, ki állva. Mi hálát adunk neked, Uram. Mi köszönjük ezt, Uram. Köszönjük, hogy mindegyikünket szereted, és mi szeretnénk, Uram, hálát adni ezért, hogy megváltottál bennünket. És mi szeretnénk kérni, Atyánk, hogy önts ki a lelkedet ránk. Hogy önts ki a lelkedet ránk frissen. Hogy megteljünk erővel, hogy tanulj lehessünk.
hogy leszálljon ránk a lélek, és új emberré legyünk, Uram. Hogy leszálljon ránk a lélek, és másként éljünk, Uram. Kérlek, Uram, ha itt vannak olyan emberek, akik kiszáradtak, régen tele voltak erővel, de szárazok. Én most imádkozom értük, hogy teljenek meg lélekkel. Ha vannak itt emberek, akik eddig a maguk erejéből próbálkoztak, és még soha nem hallották, hogy lehet másképp, kérlek, tölts ki rájuk a lelkedet. Kérlek azokra, akik szolgálnak, tölts ki a lelkedet. Kérlek azokra, akik esetleg bűnben éltek, távol vándoroltak, kérlek, tölts ki a lelkedet, és hozz vissza őket. Gyújts egy új szeretetet a szívükbe. Gyújts egy új szerelmet a szívükbe Te irántad. És kérjük, Uram, hogy taníts bennünket. Bátoríts föl bennünket. Gerjeszd föl a Te ajándékaidat, Uram. Oszd ki a Te ajándékaidat, Uram. Kinek-kinek micsodát, amit Te akarsz, Uram. És adj bátorságot, adj hitet ezt használni. Adj, hogy félrerakjuk a büszkeségünket. Hogy félrerakjuk a félelmünket, Uram. Hogy félrerakjuk azt, Uram, hogy félünk attól nagyon, hogy mi van, hogyha butaságot csinálunk. Mi van, hogyha nem azt csináljuk, amit kéne. Uram, kérlek, hogy tölts ki a lelkedet, és újíts meg bennünket. Jézus nevében. Amen. Yeah.
szíved rám ragyog, és én arcra borulok, dicsőséged rám ragyog. Dicsőséged járjon át, dicsőséged járjon át, jöjj most közénk, jó atya, vágyunk rá. Dicsőséged járjon át, dicsőséged járjon át, szent lelked törzsgére, várunk rá. Dicsőséged járjon át, dicsőséged járjon át, jöjj most közénk, jó atya, vágyunk rá. Dicsőséged járjon át, dicsőséged járjon át, szent lelked törzs ki, vágyunk rá. Thank you.
Szent vagy Isten, felkentje. Az a vágy égeted, hogy legyél itt közel, legyen mindenem tiéd. Többet kérsz, nem csak egy dal, hisz egy dal olyan kevés, a lelkem mélyére vár. Istenem, megvizsgáltál, és ajtót nyitottál, látod, amit senki sem lát. Amíg élek, csak dicsérlek téged, mert minden remény csak rólad zenél. Bocsáss meg, kérlek, hogy nem mindig értem, hogy minden remény csak rólad zenél, Jézus. A végtelen szavam, milyen kincs vagy nekem. Én gyenge és szegény, de mindenem tiéd, minden lélegzetem. Többet kérsz, nem csak egy dal, egy dal olyan kevés, a lelkem mélyre vált. Istenem, megvizsgáltál, és ajtót nyitottál, látod, amit senki sem lát. Kincs vagy nekem. Én gyenge és szegény, de mindenem tiéd, minden lélegzetem. Többet kérsz, nem csak egy dal,
hisz egy dal olyan kevés, a lelkem mélyre vár. Istenem, megvizsgáltál, és ajtót nyitottál, látod, amit senki sem lát. Amíg élek, csak dicsérlek téged, mert minden remény csak rólad zenél, Jézus. Bocsáss meg, kérlek, hogy nem mindig értem, hogy minden remény. Thank you.
fenségednél nincs vonzó e földön. Se dal, se szó, se kép, és nem találnék nálad szebbet. Bármerre is indulnék, benned van a szeretet fénye. Csak te vagy az egyetlen út, benned ott találok minden választ. Nagy király és győztes Úr, most csak nézlek és csodálat, és tészta szépből állak. Minden tisztelet csak hozzád száll, imádlak ő. Fenségednél nincs vonzó e földön, se dal, se szó, se kép, és nem találnék nálad szebben. Bármerre is indulnék, benned van a szeretet fénye. Csak te vagy az egyetlen út, benned ott találok mindent választ. Nagy király, győztes Úr, most csak nézlek és csodálok, és tészta szépből állok. Minden tisztelet csak hozzád száll, imádlak ő. Most csak nézlek és csodálok, és tészta szépből állok. Minden tisztelet csak hozzád száll, imádlak ő. Fejet hajtom mindenség lábai előtt.
szerelmet, oly csodás. Fejet hajt a mindenség. Fejet hajt a mindenség, lábai elő. Neked hódol föld és ég, minden rólad beszél. Drága főpap, az egyetlen pásztor, menjen földön, minden meghajol, minden élő, csak néked hódol, élő Jézus, hű megváltó. Drága főpap, az egyetlen pásztor, menjen földön, minden meghajol, minden élő, csak néked hódol, szent vagy, szent vagy, és bensége. Istenséges, örök Isten, a felkent, a győztes, angyalkórus, zengi himnuszát, méltó a bárány, szent vagy, és fenséges, örök Isten, a felkent, a győztes, angyalkórus, zengi himnuszát, méltó a bárány. Thank you.
Atyánk, így állunk előtted, és megvalljuk, Uram, hogy méltó vagy. Méltó vagy minden dicséretre. Méltó vagy, Uram, a tisztességre, az áldásra, a dicsőségre, az egész életünkre. Szeretünk téged, Istenünk. Köszönjük, hogy kegyelmedből, Uram, te úgy döntöttél, hogy megnyugosztalod a jelenlétedet itt közöttünk, Uram. Ó, köszönjük ezt neked, Uram. Köszönjük ezt neked, Uram. Megvalljuk, hogy szeretünk téged, Atyám. Köszönjük, hogy olyan porszemeket, mint mi, Uram, te ennyire szeretsz. Ennyire fontosnak tartasz, Uram. És köszönjük, Uram, hogy ez még semmi. Ez csak egy jó pillanata a Földnek. De jön a menny, ahol a te fényedbe élünk majd, ahol beragyog bennünket a te világosságod. Köszönjük, Uram, hogyha itt körbenézünk, akkor testvéreket látunk, akikkel örökké fogunk élni. Uram, hogy megvallhatjuk, hogy örökké fogunk élni. Én köszönöm ezt neked, Uram, hogy nem, hogy az életünk nem egy szánalmas földi élet, hanem egy csodálatos földi élet, plusz az örök élet. Köszönjük ezt, Uram. Dicsőség legyen neked, Uram. Amen. Amen. Maradjatok, ameddig akartok. Akartok, itt maradhattok imádkozni. Lehet, hogy a bandinak még van egy-két dala, és leül ide. Zenélünk. Fontos azt, tudjátok, hogy ahogy kimegyünk innen, hogy amit itt megtapasztaltuk, azt tovább vigyük. Mert a Szentléleknek az ajándéka elsősorban nem azért adatik, hogy itt jó érzésünk legyen. Ez nagyon jó, és azért is adatik, és ez csodálatos. De hogy kimegyünk, ott kezdődik el igazán a kérdés. Szóval kérjétek ezt holnap is, meg holnap után is, meg azután is, minden reggel. Hogy Istennek az ereje legyen veletek, hogy tudjuk szeretni az embereket körülöttünk, hogy tudjunk tanúként élni közöttük. Jó. Hát ennyit akartam mondani. Jövő héten a MET, és dicsőítünk még, és maradjatok, hogyha akartok. Mert a bandi... Szívem kihűl, ne hagyd! Szívem kihűl, ne hagyd! Kiáltok, hívlak! Gyújtsd meg újra tüzet! Tömöltöm már utam! Kiáltok, hívlak! Gyújtsd meg újra tüzet! A mezítelen, kérlek, hogy adj megpróbált aranyat, fehér ruhát, most le a szégyenem, gyújtsd őzed úgy.